Ha azt mondom, hogy autostop MS, akkor biztos vagyok benne, hogy minden marosvásárhelyi felkapja a fejét. A Nosztalgia zenekar énekesét, frontemberét is megkértük arra, hogy árulja el nekünk, miért lett a zene szerves része az életének. Ez egy jó kérdés, ez sokszor bennem is felmerült, hisz képzőművészeti szakra készültem annak idején, de úgy látszik, hogy a zene iránti szeretet az sokkal erősebb volt bennem. Vagy mondhatnám azt, hogy a véletlen, a sors, de inkább a környezet vezetett a zenész pályára. Ennek van egy kis sztória is, hisz a tömbházlakási udvaron laktunk annak idején, ott volt egy klub, ahová szombaton délutánonként és vasárnap délelőttönként zenekarok jártak be próbálni. Mivel közel laktam persze, akkor én is ide jártam zenét hallgatni, szórakozni a haverokkal. Ennek a helynek volt egy különös varázsa, volt egy hangulata, mondhatnám, hogy itt találtam rá a gitárra, itt böngésztem ki az első akkordokat, itt kötöttünk barátságokat, itt csajoztunk, és itt is született az első zenekar, az Autostop. Édesanyám mindig mondta, hogy a zene az csak egy hobbi, ebből nem lehet megélni, és lehet ez is oka volt annak, hogy bebizonyítsam a szüleimnek és önmagamnak is, hogy a zenész élet is lehet egy alternatíva, és meg lehet élni belőle. Ez, évek során ez bebizonyosodott, mivel a zenébe leltem örömömet, bánatomat, nekem egy menekvés volt sokszor a jó és a rossz időkben is, és benne tudtak kifejteni a kreativitásom, és a szövegírásban az érzelmi világomat tudtam bevinni. A zene számomra maga az élet, a zene varázsereje az a legszegényebb lelket is trónra tudja emelni, és én azt mondom, hogy zene nélkül szegényebb lenne ez a világ. És idézem egyik régi dalunkat, a zene a szép, a zene az jó, próbál meg, mert neked is való. Köszönöm szépen!